Szeretettel köszöntöm nézőinket, László Lilla vagyok. Ez a hét is tel is tele van jobbnál jobb programokkal. 6. kerületben Budapesten vidéki helyszíneken egyaránt rengeteg izgalmas elfoglaltság között tudunk választani. Tartsanak ma is velem, szemezgessünk ismét együtt. Vonatok napja a Miniverzumban. A Miniverzum vakáció programsorozat keretében a kiállítás megtekintése mellett minden nap izgalmas programokkal várják a gyerekeket és a felnőtteket. A legkisebbeknek nem csak a terepasztal mellett, hanem a játszóházban is változatos elfoglaltságot kínálnak a szünet minden napjára. Mesékkel, játékokkal, valamint kézműves foglalkozásokkal várják őket. A gyerkőcök részt vehetnek a kihívás napján, ahol tesztelhetik ügyességüket is, a nagyobbak és a felnőttek pedig választhatnak a számos kvízjáték közül. Szerdánként a vonatok napján kézműves foglalkozáson többféle módon és technikával lehet kisvasutakat készíteni, de hasonlóan izgalmas elfoglaltság lesz a kulisszák mögötti tárlatvezetés és a digitális vonatozás iPaddel. A vonatok kicsi és nagy szerelmeseinek a Miniverzumban a helyük egész júliusban, minden szerdán 10 órai kezdéssel. Nyári Károly az Operaházban. A Magyar Állami Operaház nem csupán a zene és a tánc szentélye, hanem egyben történelmi emlékmű is. 1875-ben kezdődött építése Ferenc József Ausztria császárának és Magyarország királyának engedélyével és anyagi támogatásával. Az épület tervezését és kivitelezésének vezetését Ybl Miklós vezette. Kapuit 1884 őszén nyitotta meg a közönség előtt, azóta is töretlen színvonalon és sikerrel állít színpadra remek műveket. Nyári Károly zongora művész meg annyi teltházas koncertje után fontos mérföldkőhöz érkezett. Pályafutásának eddigi legkülönlegesebb koncertjére készül ugyanis a zene fellegvárában, a Magyar Állami Operaház színpadán. Az este műfai határokat átlépve a klasszikus és jazzzenén keresztül ismert zeneszerzők műveiből hallhat a közönség válogatást, mint Gershwin, Legrand, Morricone, Puccini, egyedülálló feldolgozásban természetesen. A művész csodálatos duetteket ad elő meghívott vendégeivel. Nyári Károly virtuóz zongora játékával elkápráztatja az igényes zenét kedvelő közönséget az általa alapított budapesti jazz szimfonikus zenekar közreműködésével. Az elhangzó művek dramaturgiáját a lenyűgöző látványvilág teszi még emlékezetesebbé. A meghívott sztárvendégek között fellép Tokodi Ilona, Kossuth és Liszt díjas világhírű operaénekesnő. Nyári Károly mindent elsöprő zenei élményt ígér a koncertre látogató közönségnek július 7-én pénteken este 8 órakor. Bakony Express a MÁV nosztalgia szervezésében. 2017 nyarán NOHAB vontatású élményvonat indul Veszprémen át Pannonhalmára. Az élményvonat fedélzetén a Pannonhalmát és a Bakony bemutató programok mellett étkező és bárkocsi várja a vendégeket. A település legnevezetesebb intézménye a Pannonhalmi Bencés Apátság, ezt, illetve az ennek helyet adó Szent Márton hegyet gyakran nevezik egyszerűen Pannonhalmának. A Pannonhalmi ezer éves apátság nem csak építészeti jelentőséggel bír, hanem sokoldalú kiállításaival és gyűjteményeivel kultúrtörténeti emlékeket tár a látogatók, így a Bakony Express utasai elé is. A Pannonhalmi történelmi látogatás mellett izgalmas túrán is részt vehetnek az Express utasai. A festői szépségű Cuha völgybe. Aki a túrán is részt szeretne venni, annak javasolt a túracipő, illetve az étel és ital elcsomagolása. Igazi, sokrétű élményvonatozás várja az érdeklődőket július 8-án szombaton. A pontos programért és bővebb információkért érdeklődni tudnak a Nyugati pályaudvaron, illetve a MÁV Nosztalgia oldalán. Musical előadás a Hunyadi téren. A népszerű térzene, zenetér rendezvény sorozat következő állomásán a musical szerelmeseinek szeretnének kedveskedni. Egyházi Géza, színész énekes és Mahó Andrea, Artisius díjas színész, énekesnő, igényes, zenekaros fellépést adnak július 8-án este 6 órás kezdéssel. A Hunyadi téri program ez alkalommal is ingyenes. Minipolis nyári tábor. A Minipolis kreatív, látványos és élvezetes interaktív kiállítás gyerekeknek, ahol a kicsik különleges élményeken keresztül nyerhetnek bepillantást abba, hogyan is élik életüket a nagyok. Különleges világ ez, ahol még a 3-12 éves korosztálynak sem elérhetetlen a felnőttek dolga. A gyermekek méretére felépített városban a picik kipróbálhatják magukat a felnőttek világában. Néhány órára bolti eladóvá, postássá, autószerelővé vagy akár tévébemondóvá is válhat. Mindez kreativitásuk fejlesztése mellett. Hogy a nyár se teljen el élmény és okosodás nélkül, a szervezők különleges nyári táborra várják a gyerkőcöket. Változatos kül- és beltéri élményprogramokkal, tematikus foglalkozásokkal készülnek a 6-14 éves korosztálynak egész nyáron különböző időpontokban. A napközis táborokról bővebb információt a Minipolis weboldalán találnak.
Nyári útján a játékszín. Több éves hagyomány, hogy a Terész körúti játékszín nyári tájelőadás sorozatot indít. A nyár folyamán szűk két hónap alatt 12 városban 21 alkalommal találkozhat a közönség a játékszín előadásaival. A teátrum színeiben 129 színész kell útra, köztük népszerű művészek, mint Vári Éva, Hernádi Judit, Gálvölgyi János, Gáspár Sándor, Pokornilia, Szabó Győző és Lengyel Tamás. A héten a társulat egyik legújabb és legnépszerűbb darabja, a Kölcsönlakás két időpontban és két városban is látható. Július 3-án hétfőn Debrecenben, míg július 8-án szombaton Balatonföldváron. Szeretettel várnak mindenkit! Terézváros eseményei után nézzük, Budapest más helyszínein milyen programok várnak ránk. Imádok férjhez menni a Tura Ida színházban. Viktória férje Bill hősi halált hal a háborúban. A fiatalon megözvegyült Viktória újra férjhez megy, mégpedig első férje legjobb barátjához, Freddyhez. De mi történik akkor, ha az elhunyt férj egyszer csak hazaállít? Mi lesz, ha kiderül, Viktória már Freddy felesége? Kié lesz az asszony? Hogyan oldják meg ezt a nem mindennapi problémát? Ezekre a kérdésekre kapunk választ Mumhuborban, Bájban, Fordulatokban gazdag zenés játékában, amely a Nemzet színésze Bodrogi Gyula rendezésében nézhető meg következő alkalommal július 8-án szombaton este 7 órakor a Tura Ida színházban. Jégbezárt cirkuszvilág. Az Antarktisz gyermekei Jégbezárt cirkuszvilág a tavalyi Atlantisz gyermekei Vízi cirkusz című produkció folytatása. A Fővárosi Nagy Cirkusz és a Moszkvai Nikulin Cirkusz számos vendégművésszel együtt létrehozott produkciója hasonló csodákat mutat meg, ezúttal az emberi lélek mélyére invitálva a nézőket. A Jégbezárt cirkuszvilág igazi szemkápráztató revűműsor, amely garantáltan jó szórakozást tartogat a család minden tagjának. Ezen a héten többször is, július 5-én, 6-án, 7-én és 8-án a Fővárosi Nagy Cirkuszban. Természetesen a vidéki programokról sem feledkezhetünk meg. Budapest és Terézváros után két izgalmas vidéki programmal kedveskednék most önöknek. V4 Fesztivál Vácon. Idén 5. alkalommal rendezik meg a Váci Dunaparton a V4 Fesztivált és színházi találkozót. A Visegrádi Országok színházi társulatainak együttműködéséből kibontakozó, zenei programokkal színesített rendezvény idén szintet lép, és az aktuális fesztivál kínálat Jolly Jokere lehet, legalábbis a szervezők szerint. Színházi előadások, zenei koncertek, napközbeni programok, Dunapart, ez a V4. Az 5 napos rendezvényen 4 helyszínen színes palettán mozognak a programok. Így lesz Hamlet előadás, színházi beszélgetések és workshopok, DJ show, no és népszerű zenekarok, mint a Belga, az Airi Mafia és a Punani Massif. Színház és koncertrajongóknak a Váci Dunakanyarban a helyük július 5-e és 9-e között. Bükszentkereszti gyógynövénynapok. A Bükszentkereszti gyógynövénynapok sok gyógynövénybarát számára az egyik legfontosabb nyárindító esemény. A rendezvény megálmodója a 89 éves Gyuri bácsi, a népi gyógyítás egyik legtapasztaltabb mestere, aki kisgyermekként nagymamájától, a falusi gyógyítóasszonytól tanulta a gyógyfüvek ismeretét, és még közel 90 évesen is fáradhatatlanul járja az országot, hogy továbbadja tudását, amit kapott. Hite, tántoríthatatlan meggyőződése a növények gyógyító erejében sokak érdeklődését keltette fel a fitoterápia világa iránt. A gyógynövénynapokra minden évben több ezren látogatnak el, hiszen izgalmas előadásokon és szemináriumokon vehetnek részt, szakképzett túravezető kíséretében kirándulhatnak a Bükkben, és ellátogathatnak Gyuri bácsi legendás gyógynövénykertjébe is. A fesztivál látogatói egészségügyi tanácsadásokon és szűrővizsgálatokon is részt vehetnek, a kisgyermekes családokat pedig a Gyereksziget szabadtéri játékai várják. A rendezvény 2017-es mottója a természet, ahol otthon vagy. Az előadók közt ott lesz Schaeffer Erzsébet író, és persze természetgyógyászok, táplálkozási szakértők, dietetikusok, pszichológusok és természetkutatók is előadást tartanak. Igazi, egészségtudatos, érdekes és természetközeli programban lehet része annak, aki Bükszentkeresztre látogat július első hétvégén, július 8-án és 9-én. Az eseményen, a programokon, a túrákon és az egészségügyi szűréseken a részvétel ingyenes. Ez volt heti programajánlónk, bízom benne, hogy mindenki talált valami számára kedves időelfoglaltságot. Ha bármilyen kérdésük vagy észrevételük lenne, úgy ezt megtehetik az infokukac6oscsatorna.hu e-mail címen, vagy a 061-301-0956-os telefonszámon. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, szép hetet, sok tartalmas programot kívánok Önöknek, viszontlátásra!
A műsorvezető megjelenéséről Karajsz Dávid gondoskodik. László Lilla stílusos ékszereit az Alia ékszer biztosítja.